Az elmúlt évben meghozott 145 határozatból 75 volt a közgyűlési döntés, a többi pedig az elnöki rendelet. Az előkészítés ezeknél is ugyanúgy történt, mint a közgyűlések esetében. A képviselők megkapják az előterjesztéseket, véleményük alapján születnek meg az elnöki rendeletek. A kialakult helyzetnek azért van kedvező hozadéka is. Kipróbáltuk, hogy milyen a távmunka, kipróbáltuk, hogy a modern technikának a segítségével hogy lehet megbeszéléseket, meetingeket, konferenciákat tartani. Tavasszal is ez már jól működött, őszre pedig a hivatal egy fejlesztést hajtott végre, új szerverünk lett, és ennek a segítségével minden munkatársunk számára elérhetővé vált a távmunka. Elmaradtak a nagy megyei rendezvények, így nem rendezték meg a máskor több ezer érdeklődött vonzó megyenapot, és nem tartották meg a hagyományos megyebált sem, amely a 2021-es báli szezont indíthatta volna. Az, hogy a megyebál idén elmaradt, ez a legkisebb veszteség, azt hiszem, hisz valójában azt a célt, amit a megyebál szolgál, azt el fogja érni, hisz arra kértük a bálozókat, hogy a Vas megyei mentésügyi alapítvány támogatásával váltsák meg a jegyeiket, illetve folyik a tombola felajánlásoknak a gyűjtése. A tombola nyereményeket január végén azok között sorsolják ki, akik oroszlán részt vállalnak a pandémia elleni küzdelemben, tehát mentők, tűzoltók, rendőrök és kórházi dolgozók kapják majd ezeket.